Csipos Péter, Takács Tamás és még sokan más. Szeretne egy biztonságos jövő gyermekének? Városunkba érkezett májusban a Drogmentes Magyarországért mozgalom, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet a drogok veszélyeire. Az egész országra hatást gyakorló probléma megoldására több száz települést érintve futottak és bicikliztek a csapat tagjai. Mi 42 nap alatt egész Magyarországot futjuk körbe, és a lehető legtöbb embernek akarjuk elvinni a drogmentesség üzenetét, hogy drogok nélkül lehet igazán boldog életet élni. Ugye mi április 11-én indultunk Budapestről, ez már csak nem 3 hete történt, és körülbelül fél távon vagyunk. A kezdeményezést Kunfalvi Ákos költő indította el még 2002-ben. A maraton mellett szakmai előadásokkal és felvilágosító füzetekkel, programokkal próbálták felhívni a figyelmet. Többek között divatbemutató, úszósó, hip-hop és népdalok is szerepeltek a Pentelei Molnár János szakképzőiskola megalapításának 20 éves jubileumi gálaműsorán. Több diák is megmutatta tehetségét. A gálaműsor résztvevői egy szülinapi tortával ünnepelték az iskola alapításának 20 éves évfordulóját. Ünnepélyes keretben adták át a Vasvári Pál Általános Iskola új nekifutó pályáját. Az eseményen jelen volt a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai programvezetője Léman László is. A nemzetközi színvonalnak megfelelő 30 méter hosszú pálya megépítését a Magyar Olimpia Bizottság 2 millió forinttal támogatta. Az ünnepélyes megnyitót követően az intézmény atlétái felavatták a pályát, amelyen nem csak a futók edzhetnek, hanem a mozogni vágyó tanulók is. Az időjárás is megsiratta a főiskola végzős hallgatóit. A rendezvényt a diákhagyományoknak megfelelően tartották, amelyen természetesen a főiskola alsóbb évfolyamának hallgatói is képviseltették magukat. A hagyományokhoz híven a felvonulás a főiskola kollégiumától indult, végig a Dózsa György úton egészen a Városháza térig. A világon egyedülálló örökség az, amelyet önök ápolnak. A tradíció kápolása, összetartás, bajtársias kapcsolatot terem. A Városháza téren a végzős hallgatóknak Stankovics László önkormányzati képviselő tolmácsolta Cserna Gábor polgármester és a városvezetés jó kívánságait. A szokásokat megtartva a hagyományőrzők a téren elénekelték a szakhimnuszaikat. Többek között a Dunaújvárosi Főiskola A épületének felszereltségét ismertette az intézmény vezetősége Comba Sándorral. A munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár városunkba látogatott, hogy felmérje annak az épületnek az állapotát és adottságait, amely szeptembertől már a Bánki Donát szakközépiskolaként működik. Az, hogy mi történik Magyarországon, az, hogy a fiataljaink országhatáron belül megtalálják-e a munkalehetőségüket, az nagy mértékben függ attól majd, hogy milyen szakmát választanak, és azt a szakmát majd nem a nagybetűs életben, hanem már a tanuló évek alatt el tudják-e sajátítani. Ahhoz megfelelő személyi és tárgyi feltételekre van szükség. A főiskola vezetősége egy teljes körű kampusztúra során mutatta be a szakképzésekhez szükséges laborok, valamint a tanulásban nagy segítséget nyújtó könyvtár lehetőségeit.